Emlékszem, egy átlagos reggel volt. Elindultam otthonról, amikor az utcára kilépve a táskámba nyúltam. Szokás szerint megint nem volt ott a kulcs. Mire visszamentem, ő már ott ült az ajtóm előtt. Soha nem éreztem még ilyet macska iránt. Azonnal be kellett fogadnom. Megváltozott minden hétköznap és minden ünnep. Majd egy nap kopogott Kamarás Iván kezében Jánoskával, hogy beleelvett a bolonyaiába. Nem is tudtam, hogy ő a szomszédom. Azt meg pláne nem, hogy Jánoska átjár enni. Úgyhogy kárpótlásul meghívtam bolonyaizni a sarki pizzériába, ahol a tulajja közös fotóért cserébe a ház vendégei voltunk. Hát így került ki az arcom az étterem falára. Ha hazafelé az étteremből nem hív be egy lottózóba, és nem töltök ki egy lottószelvényt, akkor valószínűleg most nem itt lennék. Engedd, hogy rád találjon a szerencse. Ötös lottó. Élj a lehetőséggel.